Szervusztok, kedves emberek, én Oszi bácsi vagyok. Egy bejelenteni valóm van most számotokra, nem túl jelentőségteljes, de azért szeretném, hogyha mindenki tisztában lenne vele. Amint azt tudhatjátok, vagy legalábbis a nézőimnek egy része valószínűleg tisztában van vele, volt annak idején a Twitch-en egy csatornám, amit eredetileg magyar nyelven indítottam, aztán átment angol nyelvűbe. Igaz, hogy ez egy külön csatorna volt megint, de az is Twitch-en ment. Na mindegy, szóval volt egy magyar nyelvű Twitch csatornám, ahol nem is tudom, 4 vagy 5 vagy 6 játéksorozatot indítottam, és hát próbálgattam a szárnyaimat, de annyira nem vált be, és végül visszatértem ide YouTube-ra, ahogy azt most is láthatjátok. Viszont azokat a sorozatokat, amik a Twitch-re készültek, nem szeretném teljesen, hogyha elvesznének. Szóval hozzáférhetővé akarom tenni őket számotokra, és most itt az elmúlt napokban azt csináltam, hogy letöltöttem az Echelon Book 1 végigjátszásomnak az összes videóját. Mert ugye menet közben a Twitch-ről átkerült YouTube-ra ez az egész tartalom ilyen VOD videók formájában, mindegy, most nem akarom megbonyolítani, rengeteg csatornám van, már több mint 8 évet csinálom a videózást, és hát így menet közben az ember próbálkozik jobbra-balra, na mindegy, ez a végül mégiscsak a YouTube-nál kötöttem ki, és valószínűleg már itt is maradok. Na, a lényeg az, hogy most az elkövetkezendő napokban, hetekben fokozott tempóban fogom megosztani ez az Echelon Book 1 végigjátszás sorozatomnak a videóit. Összesen mindjárt megmondom, hogy mennyi van. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilyen videó van jelenleg. Tehát ezt mondjuk a naponta, hogyha 3-at megosztok, akkor gyakorlatilag egy olyan 4 nap alatt le tudjuk az egészet. Tehát le akarom most ezt zongorázni, nem fog sokáig tartani. Nyilván, akik követtek végig, azok már ezt látták, ezt a sorozatot, tehát, hogy ha most alacsony lesz a megtekintés szám, akkor az igazából nem annyira érdekes számomra, csak azt szeretném, hogy megmaradjon. De gondolom, hogy sokaknak újdonság lesz. Néhány rész már most is fent van egyébként erről a régi sorozatomról itt a YouTube csatornámon, hogyha gondoljátok, akkor el lehet kezdeni azt is nézni. Tulajdonképpen az első 6 részt azt már feltöltöttem. Most, hogy így nézem a számozásokat. Az első 6 részt azt már most meg lehet nézni, úgyhogy ha gondoljátok, akkor pótoljátok. Egy nagyon aranyos RPG játék, független fejlesztő készítették még 2007-ben, és nagyon fasza. Na, szóval csak, hogy tudjátok, hogy ez várható a következő napokban, 3-4 napban. És hát természetesen ugye a Patreonon a Minecraft sorozatomat tovább csinálom, úgyhogy abból holnap fog érkezni egy epizód előreláthatólag. Úgyhogy az csapatom, mint a disznó. Na, úgyhogy a eddigi támogatóimnak is köszönöm a támogatást, remélem, hogy egyre többen fogtok jönni, mert ugye, hogyha most Patreonon támogattok engem, akkor extrákhoz lehet hozzájutni, különböző bónusz tartalmakhoz. Meg szavazni tudtok, mi legyen a következő játék, illetve kérdéseket feltenni a Csacsogjunk műsoromban, amit nem sokára újra fogok indítani. Eddig még nem jöttek egyébként kérdések a jelenlegi Patreon tagok részéről. Na, de hát eljön majd gondolom annak is az ideje, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és akkor nézzük meg, hogy kik támogatnak jelenleg. Sziasztok!